És ismét itt vagyunk. És megy megint. Kiléptünk, mert azt mondták, hogy le fogják zárni. Nem tudom, mit jelent, de nem akartunk kockáztatni. Mondhattak volna már. Ugorjunk. Igen, viszont nincs élő. Senki nem néz. Na, egy. Pedig 30-an voltunk. Mutassuk a malacot, akkor gyorsan csatlakozok mindenki. Mutassuk a malacot? Már mutatja. Mutassuk a malacot. De rég láttál bennünket, Zita drága. Jó van. Ó, jön ez. Megmutatom nektek a malacot azért addig. Csak nem menj túl közel, nem. Klárnak már nagyon jó malac, fel fog robbanni. A városi hiány, hát. Szerintetek tudják, hogy hogy kell malacot perzselni? Jaj, Istenem. Nem tudom, Csontó Laci itt van-e? Csontó Laci itt vagy már? Csontó Laci. Emlékszem is, mikor banánlevéllel meg kókuszpálma alatt perzseltük a malacot? Ha, szerintem erre fogják rárakni, erre a banánlevélre. Urál Kadikó. Aha, erre fogják most ráhozni a malacot. Ott a malac. Banán levélbe csomagolt malac. Imádlak, Zita, amiket hozzászólsz. Vedd meg kezedbe a sztorit, felgyújtanak mindent. Na, ismét több mint 30-an vagyunk. Kiültek, mint a verebek. Hol a mennyasszony? Ezek mindig tárgyalnak. Hát Jézus Isten. Ujjam már, elaludt. Ó, figyelitek a bácsit a kis csinitáskával? Mi? Frozenes? Frozenes? Lenyúlt a gyerekre? Ez családi táska. Laci barátom azt kérdezi, mi lesz belőle, jó Micsi, igaz, Klár? Aha. Jó kis Micsi Husi. Nem tudják ezek, ez milyen jó. Pillanatok alatt éttermet kell csinálni a gyerekek, az olyan pénzt lehet belőle összehozni, hogy ez méletlen. Ha más vendég nincs, csak Zoli már, akkor megéri. A disznóvért kiengedték a földre. Milyen dolog ez? És mi lesz a véres urkával? Hát Gyöngyi, mikorra fog megsülni? Egyszerűen lövésem nincs. Jaj, Rozinka Angéla is itt van. Ő is nézi. Szumba tényleg a nyugalom szigeti. Gyöngyikém, ez az. Senki nem siet sehova. Itt fogalmuk nincs, hogy milyen nap van, hány óra. Legtöbb embernek órája sincs. De biztos, hogy ez rossz. De Klárik azt várja, hogy mikor robban fel a disztó. Hát most már nem fog, mert nem tüzelnek alá. De most már elaludtak az érzék is. A töltött csirke is megreped a sütőben. Hát... Nem? Azt mondja Eszter, hogy jó munkához idő kell. Ez így van. De figyelj csak, nekem adjál egy kést, meg egy disznót, meg még egy segítséget, mint a Csontó Lacit, mert ő tudom, hogy milyen.
és én másfél óra alatt feldolgozok neked egy malacot, egy disznót, egy 100 kilósat. Mérheted, stopperra. Komolyan. Ezek egy hete foglalkoznak már itt vele, éjjel alatt a csapat. Már lassan meg fog bíradni, hát még azért nem, még itt a hány óra van, éjfél körül lehet. Figyeljetek, ott van a könyvelés, ott vezetik a könyvelést. Csak. Figyeled? Figyelitek? A szembe pedig nézik a live-odat. Ja. Eszter drága. Én olyan családban nőttem fel, ahol birkák voltak, tehát juhokat tartottunk, több százat. Én juhászkodtam. Nekem volt, hogy 60 malacot neveltem már általános iskolás koromban. És volt, hogy hazott telefonált apukám, hogy te fiú, mire este hazamegyek, egy birkát gyorsan meg kéne csinálni, mert jönnek este kajálni a barátaik. És akkor én, Zolika nekiállt, én nyúzok, hogyha kell. Figyelj, nem semmiért vagyunk itt, tehát... Tényleg hozzám már egy kis vizet, adsz nekem egy kis vizet. Nehogy te is meghűjj. Jaj, kenyér. Legalább víz van. Jó kis süti. Francia krémes, meg ilyenek. Na, de jó lesz, na most. Hoppá. Megint leesett a töltő. Ez a töltőz. Mázli, hogy elhoztam magammal. Még az öröm is rég szétkapta volna a vadásztőrével. Ez így igaz. Ez így igaz. De nem látom náluk furcsa. Hát Gáspár Zsolival azért gyorsabban lehetett volna. Tehát ilyen tüzeskedéssel persze nem is álltam volna neki. Jó, Gáspár Zsolival ugye. Hogy szokták? Ki tudja megmondani, hogy aláraktuk mindig a lavort hideg vízzel, abba állítottuk bele a gázpalackot, az hadszoljon, letúrtuk az egészet. Igen, igen. Falusi gyerek vagyok. Vagy mi. Ilyesmiben Kecskés Sándor. Egyre többen vagyunk, 58-an néznek, te jó Isten. Hazaértetek a munkából, ki vagytok éhezve egy kis lánykérésre, ugye? De elárulom nektek. Hogy mondjam, fejet is nem érek benne. Oké, be. Beszom, megint eladom. Szeretnél elárulni? Már nem tudom. Szasszony itt. Degradá. Legalább visz van. Ez a baj, hogy nem ittatok pánikát. Rezsi Pisti barátom majd, hogyha nem sokára úgyis jössz ide, akkor majd a fatára küldetek egy kis házi szilvapál, lesz, elviszük Robinak, adunk neki, azt megnézzük, hogy mit fog hozzászólni. Szegényként, megérdemli, egy ilyen tortúra után. De most a mennyasszony most, van a bubának van. Nem tudom, nem nálad. De most tényleg ilyenkor bezárták ott egy szobába, vagy mi? Önszántából vonult el. És milyen ruha van? Már felöltözött vagy? Állítólag templomba menő soha van rajta. Mi még menjünk templomba? Nem. Azért mondom. Az emberek a legszebb ruháikat templomba szokták fölvenni vasárnap, tehát ilyen szép templomba járó soha van rajta. Ó, engem meg beültöztettek, hallod, ebbe az izébe, ebbe a szumó birkózós ruhával. Milyen dolog ez? Nem válod a választ. Hát úgy nézem ki, mint Freddy McBain, úgy érzem magam ebbe a ruhába. 28 fokba. Azért jó hallani, hogy Szabolcsi vagy. Tájszólás? Van tájszólás? Elvállalom. Azért mindegy, hogy hol vagyok a világban, drága barátaim. Teljesen mindegy. Mindegy, hogy hova fogok menni. Mindegy, hogy mit fogok csinálni, mit fogok elérni, vagy mit nem. Én akkor is egy szabolcsi, kisvárdai srác maradok. Se több, se kevesebb. Lehet pöcse van a mennyasszony, mert kiborult az egész nép. Ez is lehet, hallod? Szóval akkor mi van? Feltámasztják a disznót, vagy mi? Elmenekült a disznó.
Második? Várjál, mert... Legutóbb. Percedés után. Imádjuk a szabolcsiakat nálam, 3 liter szivappár lesz őrből. 60 néző gyerekek. Szabolcsi tájszólás indonéz akcentussal. Most Gróza Attila, neked sem pesti tájszólásod van. Na, nézzük meg, hogy bénáskodnak ezzel a kis malacca. Szépen becsomagolták már banánlevélbe. Nem kéne? Klári, gyere már egy picit! Klári! Na mutatok én ezeknek valamit. Stop! Ada, aqua? Fogd meg, videózzál, megmutatom, hogy kell ezt csinálni, gyerek. Ada, aqua szedik itt? Aier. Di sini air dan bisa sama ini. Bisa aku sedikit. Air. Ya. Ini air. Dan ini bagus. Bisa makan. Bisa. Bisa cek ini. Wow, sangat bagus. Tidak bagus. Di sini. Belum tajam. Di sini. Ya. Lagi. Lagi. Go. Ya, ini. Oh, karena kulitnya biasanya tidak makan. Ini bagus sekali. Ini kamu makan tidak bagus. Ya. Sama. Nanti aku beli di nanti aku nak wayang dapat apa? Ah, ada uang kemana? Jadi ya, lalu apa lagi? Dan ini kalau kita mencerai, ah, kita mencerai. Hah? Sama ini, lagi, ayo, lagi. Kamu lihat, ini bagus kan? Ya, bagus dimakan. Ini sama bersih. Rona ha. Jadi nurung dah baik. Ajar nangge kebersihan nana. Bisa. Bisa. Lanjut. Mana? Kamu. Air. Bersih. Ya. Oh, így bizony, na gyerekek, hát csináljunk már valamit értelmeset itt. Na kubang na nabeng karo bok na. Ay ay. Ay di sini sama. Ya, itu bagus. Terus, lanjut. Ay. Ya, bagus. Air lagi, ya. Hát ilyen szennes szart etettek vele, van, ne csináljátok már ezt. Ini kamu makan tidak air itu. Air. Dia omong aqua dulu. Aqua amoro. Ya bisa. Ini baru air aku amoro. Kamu ada sama itu lebih besar? Ini. Piso. Tidak ada besar. Ah, tidak apa-apa. Tidak besar. Tidak ada kecil. Ya, pas. Lagi lo. Malah nyanyi min alu makan persen nyanyi min. Ini para yang kecil. Baru dia ini. Ini besar. Ini yang lebih besar. Ini. Main dua. Na mindjárt kapod a farkát. Ó, azt kéne még, de jó, de boldog lennék. Fel is bontjam neki, Klári.
Tenni akarsz? De ez már valami hülyeséget csinál, elkezdte, hogy beszeletelni. Mit csinál? Azt hiszi, hogy szalonna. Na ott a farka. Nekem ne ad. Ja. Tehát ez az iványkérés része volt, a fejét azt kitartják, a másik a többi részét pedig Robi el fogja vinni. Ezt mit csinál vele szegény fiú? Robiból apa szemeini. Robi volt apa szemeini, di babi. Makan? Makan. Makan pulang di sana. Ah, di rumah. Siap orang yang bawa barang besar di Bali. Aha. Kalau yang bawa kecil, tidak apa. Dia tidak apa. Ya gitu ya. Aha. Ini misteri. Ini kebunnya. Papan 10 lah ini. Ini babi perempuan. Tapi malam ini ya? Iya. Malam ini? Malam ini. Na, egy probléma megoldva. Bohóckodnak itt. Igen, a belei még benn vannak, amit nem értek, és furcsa módon, hogy a tetején elkezdték vágdosni ilyen két újnyi szeletekre. Nem nagyon értem, hogy mi a cél, de még a végén tereszte a szombai hentes Gyöngyi szerint. Én bevallom őszintén, ha nekem adnának egy normális kés, mert az minden csak nem kés, amivel dolgoznak, meg mondjuk egy kisebb ilyen kisbaltaszerű dolgot, másfél óra alatt. És nem úgy, ahogy ők. Mert nagyon-nagyon 101 élő néző. Jézus Isten! Wow! Osszátok a videót, gyerekek, osszátok a videót. Nagyon sok embert érdekel ezek szerint ez a szumbai sztori. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik megosztják. Kérdez már meg, miért szeli be? Nem tudom. Mit mondtak, hogy miért csinálja azokat a bevágásokat? Azt mondták egyébként, hogy a fejét megtartják itt, a lányosháznál, a többit meg odaadják a fiúnak. Igen, átviszik a fiús házhoz, és akkor ott fogják elkészíteni. De mikor emberek? Éjfél van. Mikor viszük át, hogy hova? Ja. Meg hogy? Hát miért nem lehet szerűbbet volna átzavarni, áthajtani, azt ott levágni? Nem értek én ehhez. Jaj. Érdekesen bontják szét Erzsébet pap. Igen, nagyon-nagyon érdekesen, teljesen más. Ez az, amit mondtam a csirkét is, hogy mi tanítottuk meg. Konkrétan én tanítottam meg szétbontani a csirkéket, mert borzalmas, amit csináltak. Tehát ezt így hány részre lehet, 4-6 részre, így pár dolg, csit, tele volt csontszilánkokkal, meg mindenfélevet, csak lestünk, hogy ez milyen, nem értem. És... Amíg mindig mennek a tárgyalások, gyerekek. Hát ezek... Mennek a tárgyalások. Mennek a tárgyalások még mindig, pedig már azt mondták, hogy megegyeztek a csajnak az árába. Már adtak ezüstöt, már adtak mamulit, már adtak lovat. Szápi tehenet.
Semmi nem elég ezeknek. Most a sötét távon rongol, most ő is kér valamit. De hát ez volt. Ha nézzétek a... Pásztor Ádámnak van igaza, valószínű azért írdalják be, hogy ne, legyen, ne maradjon benne sok szálka. Nem tudom, mi a cél. Mi az? Nem tudom tényleg, hogy mi a cél továbbra sem, de kiderítjük. Kiderítjük. Itt van most közel 100 néző. Tudni, meg kell tudni, hogy Szumbán miért így csinálják. Ránézzek a buxra, és emelkedett a tőzsdei árfolyam. Ja, igen. Ó, Istenem. Inkább egy ajaki diszkóra mennék el, gyerekek. Pedig, vagy egy diszkó? Ajaki lagzira. Én nem szeretek lagziba járni, de... Hú, ez a két család, ez folyamatosan csinálja a tárgyalásokat. Ezek nagyon nagy tárgyalók ezek, te hallod? Ezek... Nagyon komoly tárgyalók hallott. Tehát ilyen tárgyalás, hogy több órán kell. De hány óra van? 6-kor kezdődött, most van egy fél. 6 órája. Ja. 6 órája tárgyalnak a menyasszonyról. 6 órája emberek. Mond valamit a vőlegény, mond valamit a menyasszony. Nem, nem a menyasszony meg a vőlegény között van ez a vita. Család. Hát akkor család. Tehát mond valamit a lány család, mond valamit a fiú család. Mond ez valamit. Igen, annak idején emlékszem, hogy jaj, itt van az én kedves barátom, Kabalaci, amikor mondták, hogy legénybúcsú. Hogy hívják a legénybúcsú, és mondták, hogy bolypapa. Ez valami gyereke mondta annak idején. Mondom, hogy Kabzsi a lányos család, míg az ükonya is pénzt akar lányból. Való, elképzelhető. Elképzelhető. Hát előbb-utóbb lesz meg, én már kivárom. Az öreg visszavitte a piros mintás inget. Mi az előbb? Milyen? Tényleg váltogatja az inget? Nem. Ugyanez volt rajta az előbb is az a... De lehet, hogy más ikát volt rajta a vállán. Na, az is lehet, hogy Bertók Zitának van igaza, és megrákcsálták az elején ezt a szilipínát, és mindenki be van tépfű, mint az áldozat, és tudja, mit beszél. Hát, az is lehet. De azért van a diktafon. De van egy diktafon, ja, tényleg azt mutattam nektek, hogy van egy diktafon, és felveszik a beszélgetést, hogy ne... De fura, hogy az meg nem merünk, csak a te telefonod. Marian Olá, Szumba szigetén vagyunk, egy lánykérős, mondanám, hogy bulin, de az szerintem némi túlzás lenne. Egy lánykérésen vagyunk jelen pillanatban. 6 órája körülbelül kezdődött ez az egész, és eljöttünk ide, az egyik barátom szeretne egy feleséget venni, és most egyezkednek az árról, hogy mennyi az annyi. És 6 órája megy az egyezkedés. Már jártak, már adtak ezüstöt, már adtak lovat, már adtak tehenet, már szőtteseket, ikat szőtteseket, de még a lányt még mindig nem sikerült megvenni, vagy kifizetni. Erről megy most jelen pillanatban a tárgyalás. Nagyon sokan követnek minket az elejétől kezdve, nem is értem egyébként Katát, meg Zidát, meg egy-két olyan embert, hogy... Ebben mi a jó? Hogy követitek ezt, de most még kivárjuk. Volt itt minden, disznóvágástól kezdve,
amit akarsz minden. De kaja nem. Tehát minden csak kaja nem volt. Magyarul, ha valakit meg fognak hívni egyszer egy szumbai lagzira, az mondjon nemet. De ez nem lagzi, lánykérés. Egy lánykérésre. Hát tudom. És a lagzi remélem külön lesz. Arra is hivatalosak vagyunk elvileg. Golyán Móni. Jaj, ő is megjött. Szia Móni. Egyébként azon gondolkodom, hogy ha valaki most csatlakozik és nem ért ebből az egészből semmit, az biztos, hogy soha nem fog még egyszer live videót nézni. Mi is éhezünk veletek, köszönöm Zita. Hát megkérek mindenkit, hogy ha lehet, addig ne egyetek ti is, mint pedig nem eszünk mi. Azért, mert irigyünk titeket. Anikó, mit? Könyörgöm, mit? Azt a malacfülét irigyled, mi? Azt a malacfülét, amit sútyomba elejtettem véletlenül. Megnézzük, hogy hol tartanak ezzel a disznóbontással. Megnézzük már. Tényleg így volt, hogy két lábra állították a disznót és úgy szúrták le, ami elég érdekes. Na, akkor miért vágtátok be, fiúk? Ha levágták külön a fejét. Hát ez kis volt, akár ide gyerekek nem üzé ilyen macséta. Valamit nagyon próbál kitapogatni. Hát normál esetben, ezt Csontó Laci barátom is meg tudja erősíteni, hogy normál esetben a disznóvágás előtt már a disznót nem etették meg. Tehát már próbálták a beleit egy picit. Hú, nem tele tartani. Meg se tisztították elő, csak a fent, ahol mutattam. Valamilyen szervét keresi. Jó teszi. Nem túl zsíros disznó, mondjuk. Amidalát lefektettük át, az egy már kisírta volna kupját szegénykém. Han már alszik. Hála Istennek. Igen, Judit, ez lánykérés, és a lagzi az más időpontban lesz. Most kiderül, hogy sikerül-e megegyezni, vagy nem, de úgy néz ki, hogy jó úton haladunk. Amidala azt mondta, hogy apa nem szabad bántani az állatokat, ő a szeretetben hisz, és ő nem szeretné. És akkor mondtam neki, hogy de hát akkor csirkét se egyen, azt mondta, hogy ő nem fog. Persze másnap ugyanúgy, mikor csirkehús volt, akkor evett csirkehúst, de próbálunk odafigyelni erre. Egyébként a szumbaiak nagyon keveset esznek húst. Na nézzük, hol tart az üzlet. Nagyon részletes ez az alkú, ugyanis a disznónak a fejét, a máját és a jobb mellső lábát azt a lányos családnak kell adni. Többi mehet. A disznó fejét? Igen, a máját, meg a jobb mellső lábát. Azt itt kellett hagyni.
Drága kenyér. Hát, ilyen részletre kimenőleg ők megbeszélik a dolgot, akkor nem csoda, hogy ilyen hosszadalmas. Az mondja az ide, hogy Zoli, mi lenne, ha kipótolnád a családnak, azt haladjunk már. Nem lehet beleszólni. Tehát ebben nem lehet beleszólni. Most gondoljatok már bele, hogy egy Kaszás István. Jaj, pityukám, hát te ide jönnél pillanatok alatt, feldolgoztad volna ezt a disznót. Ha az a Kaszás István vagy, akire dolgozok, akit én kolbászkának hívtam. Hentesnek tanult. Most gondoljatok bele, hogy milyen tárgyalás folyik itt, mikor arról megegyeztek, hogy levágják ezt a disznót, és az egyik család megtartja a fejét, a jobb első lábát. Meg a máját. Meg a máját. Ezt láttam, hogy belekerült abba a tálba. A többit meg kialkutta magának a fiúnak a családja. Hát azért tényleg komoly tárgyalások folynak. De vajon azt is megfontolták, hogy a jobb első láb, vagy a bal első láb? Nem tudom. De mire ez kiderül, szerintem én be fogok aludni. Nem tudom. Megvárom a mennyasszonyt, aki ebben megyek a szobájába, azt ott fogom levideózni. Aki van, nagyon jó csaj kell legyen. Megmutatom nektek, jó? De ne lőd le a poént. Majd ők megmondják. Mutassam, vagy nem mutassam? Nem. Klárinak van már videója. Fotóm van. Videó is van, nem? Na. Fotója a csajról. Nem olyan rossz, de annyi lovat nem ért, meg annyi. Szeretnétek látni, vagy nem? Tündetót, így van. Nagyon-nagyon hozadalmas. Figyelj ezt a hozzászólást, Potor Ádám. Film pluszon megy a Batman, mi meg Zuliékat nézzük, de hülyék vagyunk. Na, figyelj, Batman. Egy ember már szeretné, ha mutatnám. Nem mutatom, de, nem mutatom. Aztán mehetünk haza. Nem kell. Klárikának fordítsd az a... meg a kamerát, jó? De hogy fordítok, beszél, ágában is megfordítani. Hát többet ér, mint a Batman, ennyi. Tehát most... Jaj. Klárika, ne csináld, légy szíves, mert lelövöd a poént. Lelövöd a poént. De ha szeretnék nincs látni. Nincs ha. Jó. Szenvedjék ők is végig, ahogy mi. De ilyeneket hallod. Na most ők is látják ki a főnök. Na, látjátok. Látjátok. Brüsszelben nem tárgyalok ennyit. Ez így van, barátom. Himics Józsi azt mondta, hogy Brüsszelben se. Ez tökéletesen így van. Ha ezek osztották volna fel annak idején Trinaon, szerintem az még mindig a miénk lenne minden. És olyan nyugodtan tűrik ezt az egészet, olyan elbeszélgetnek szépen. Aha. Küldöm, Léa, küldöm. Áruló. És elüldögélnek, majmolják a szeripinát, cigizgetnek, és olyan szépen megbeszélik ezeket a dolgokat. Ott a főtárgyaló. Ők nem stresszelnek, az biztos. Tehát akik most csatlakoznak, azoknak elmondjuk, hogy egy lánykérésen? Igen. Lánykérésen vagyunk, Szumba szigetén. Mi vagyunk a villalmi dala.
Ha YouTube-on szeretnéd megnézni, akkor Róka Zoltán Szomba néven találsz, tudd meg a csatornánkat. Ha nem tudsz már csatlakozni Róka Zoltánhoz, akkor Villamidala néven még megtalálhatsz minket. És egy lánykérésen vagyunk jelenleg, ahol a 6 órája megy ennek a tárgyalások, hogy mennyibe kerül a csaj. És még nem egyeztek meg, de már disznót vágtak. Itt van, itt volt már 500 ember, és még nem tudjuk, hogy mennyi bekerül a csaj, még a vőlegény se tudja. És valamit mond az egyik család, van egy közvetítő, az elviszi a másik családnak. A másik család ezt átrágja, visszaüzen a fiús családnak. A fiús család átrágja, visszamegy, és 6 órája megy, 6 órája gyerekek. És felhozzák az érveket, ellenérveket, mi mennyibe kerül. És az a baj, hogy szumbai nyelven beszélnek. Tehát amikor ők alkoholoznak, akkor mi nem értjük, hogy miről van szó, mert mi csak indonézol beszélünk. Klárikám csak egy, hány nyelven beszél? Négy. Csak négy nyelven beszél. Tehát olyan buták vagyunk, hogy szumbai nyelvet nem értjük. Azt nem értjük. Lehet, hogy a mennyasszony már nincs is ott, azt mondja Tünde, hát az már kipacmas lenne, elnézést. De nem csodálnám, ha már régen elmenekült volna. Ennyi. De figyeljétek, milyen komolyan tárgyalnak. Milyen átéléssel. Már kaptak aranyat, már kaptak ezüstöt, már kaptak ikatot, már kaptak lovat. Mamulikat. Mamulikat. Meg kéne gyorsítani valahogy a folyamatot. Most Klári oda ment érdeklődni, hogy tudjunk annak valami bővebben. Na, látunk egy részeget is. Ez az első szombán. 5 év alatt. Nem második. Megnézzük Klárék, mit beszélnek Robival, a vőlegénnyel. Lázár István, szia! De örülök neked! Klári mindjárt elmondja, hogy mi történik most. Jadi dia ni hewan ke ni kan? Kalau beliau dia mana, mana mana, tang mana, maksud mana benda ni? Tidak ada kan dia? Tiada pun dia pun sudah. Minyak kebun tu, minyak kebun tu. Nak kopi atas tu minyak. Baik. Cukup kau yang. Nampak kau yang. És mikor jön elő a gágyi? Amikor minden Értem. Na most már okosabbak lettünk ezzel is. Hallottátok Klárit. Tehát még a végén lesz belőle valami. De minden a szokott mederben zajlik. Úgy néz ki, hogy mindenki elégedett. Lesz az üzlettel a végén. És csak előjön a mennyasszony. Vagy mi. Viszont az érdekesség, hogy ide jött a lány csapatból egy srác.
keverednek. Gyöngyi balogni azért ez övönalúi volt. Ezt azért érzed, ugye? Van már valami fejlemény? Közben hazaért a párom, vacsit adtam neki. Vacsit. Én meg egy lagzin éhezek. Szép. Szép. Kaptam egy darab malac fülét. De nem volt az igazi. Közben a malacot felszeletelgették. De csak ott tisztították, addig tisztították, míg ott voltam. Utána nem folytatták azt a tisztítást, pedig látták is kis különbséget. Mire vége lesz az alkohol, akkor mennyi babás lesz. De benne van a pakliba. 26 éves a mennyasszony. De ott még mindig megy az alkoholizál. Már két malacot levágtak. És ezt gondoljátok bele, hogy azért ez a 600 ember van itt durván, vagy volt, felalszik. Jaj, talpi is megérkezett. Úgy látom, vagytok páron, akik nem tudjátok eddig, miről volt szó. A szumbai leánykérés élő videóját látjátok, ahol folyik 6 órája. Még egyszer mondanám, 6 órája a tárgyalások, a lánynak az árát illetően. Előbb-utóbb csak megegyeznek. Mondja, szépen. Mert ez a kék, ezért kényelmesebb, ez a kék szék. Pirosnak le volt válva az egyik oldala, és ott aztán volt olyan kényelmes. Mi egész jól bérjük már azért. Az elszélettek az emberek, nem? Ott hátul van egy nagy fekete valami, szűnyegszerű, ott mindenki alszik. Igen, azt én is néztem, hogy ott hátul már az emberek alszanak. Mimike is alszik, úgyhogy... Na, hogyha lemegy 29-re a nézettség, akkor megyünk haza? Én meg akarom nézni a mennyasszonyt. Megnézem. Ha kell, lefogok fekni. Bemegyek a szobájába. Hol a szobája? Be fogok menni a szobájába, és meg kell nézni a mennyasszonyt. Figyelj, 3 milliót adni egy ilyen nőért, azt már látnom kell, hogy néz ki. Az Indonéziában fogamzásgátlás az úgy működik, hogy a férj írásos beleegyezést kell adjon a nőnek, hogy ő hozzájárul ahhoz, hogy fogamzásgátlót tegyen. Amúgy nem, mert az a férfiasságát teszi tönkre, hogyha a nő nem esik teherbe. Tehát annál nagyobb férfi. Sándor kérdezte tőlünk, azért jött ez a válasz. Minél több ember, minél több gyereke van egy férfinak, annál férfiasabb. Igen, és azt mint említettük nektek, Szumbán van a marapó vallás, az az ős szumbai vallás. Az mi Nusa Tenggara Timurban vagyunk, de Szumba barát az a másik oldal a Szumbának, egyébként már kezdek fáradni. És ott még viszonylag sokan gyakorolják ezt a vállást, ezt a marapót. Több nejűség van. Tudunk olyanról, akinek 17 felesége van, ugye? Uh-huh. 17 felesége van. Elindult a srác,
Pasi elindult polgármesteri választáson. Szerintetek kigyőzött? Mikor 17 felesége van, és annak családja van mindegyiknek, és a többi, és a többi. Hát igen, ezek az tradíciók. Hú, kitartok mellette, Zoli. Nagyon szépen köszönjük. Sándor, én is kíváncsi lennék már erre a mennyasszonyra, hallod? Nem szapor, tehát nincs ennek soka. Tudni kell, hogy Szumba az kétszer akkora, mint Bali. Tehát nem egy olyan kicsi sziget. Ha Ausztrália előtt megtaláljátok, essel kezdődött Szumba, úgy van leírva, és az őslakosok az körülbelül ilyen 6-700 ezer körül vannak. Az nem sok. Ha azt nézed, hogy Bali fele ekkora, és több mint 3 millióan vannak. Tehát nagyon-nagyon ritkán lakott kis szigetecske igazából. Azt kérdezi, az uram is csatlakozott, azt kérdi miért, hogy jön kíváncsi a mennyasszonyra. Hát azért drága Gyöngyi, mert ha 6 órát már itt végigültem, akkor nem gondolod, hogy úgy fogok innen elmenni, hogy nem sikerült az, amit, a terv, amit akartam. Szerintem, hogy a Gyöngyit kérdik, a férje, nem téged. Ja. Meg itt. Ezt most már kivárjuk. Én nagyon köszönöm ennek a 43 embernek, aki tart. Meg volt, hogy 100 ember egyszerre. Nem gondoltam, hogy ennyi embert érdekel. Az összes feleségről tud gondoskodni. Igen. Rengeteg gyereke van, szerintem most se tudja, hogy hány gyereke van. És minél nagyobb. Tehát akkor lehet sok feleséged, ha gazdag vagy. Ha nem vagy gazdag, akkor nem lehet. Meg ha muszlim vagy. Ja igen, meg ha keresztény vagy, ugye akkor nem igazából nyerő dolog. Az összes feleségéről gondoskodnia kell, így van, és az összes gyerekéről. Azt nem tudom, hogy alszanak együtt, vagy hogy nem, meg hogy néz ki ez az egész, de... Hát én amikor beszéltem Bennyivel, akkor elmesélte nekem, hogy ez úgy történik, hogy a férj talál egy új feleségjelöltet, bemutatja a többinek, és hogyha úgy gondolják, hogy ki fognak jönni vele, akkor elveszi feleségül. Ugyanis ezek a feleségek együtt dolgoznak. Megosztják egymás között a házi munkát, a gyereknevelést. De minden, igen. Konkrétan. Tehát ki kell jönniük egymással. Tehát a férfi elvileg nem veszel olyan feleséget, akit a többiek nem akarnak. Igen, nekem is el kell gondolkodnom ezen a markóválláson, mert egyre szimpatikusabb. Klári, ki tudnál elviselni magad mellett úgy, hogy még úgy ne legyen gond? Nem. Nekem csak akar. Nem is kell válaszolni. Nekem csak Klárika van, és senki más a világon. Nem is volt, és nem is lesz. Csak a pufin ad minden akaratot, vagy hogy van is minden legyőző akaratot. Szerencsére nálunk ilyen. Ilyen nincs. Egy van, választottunk, és életünk végéig elméletileg kitart. Pont mint a HRM-be. Igen, tulajdonképpen igen. Sokan mondjátok, hogy mostan kivárjátok a mennyasszonyt. Jaj, de kedvesek vagytok. Szorítsatok nekünk, hogy mi is kibírjuk. Köpködnek. De már látnátok most már a tárgyaló emberek is nagyon fáradtak. De még azt az egy szőrszálat még valahol be kell alkotni. És igen, most egy disznó szőrszálra alkudnak, vagy disznó farokra éppen, vagy mire? Mi a határ? Ferenc Szabó, itt vagyok már lassan az elejétől, kb. 3 órája. Nem aludtam. Éjszakás műszak előtt. Mindjárt megyek. Utasátok meg azt a mennyasszony fotót. Na, ki vagy? Küldöm. Szabó Feri. Jelölj be ismerődnek, küldöm. Jó Istenem. Hallottad? Jobbak vagyunk, mint a Batman. Micsoda a pókember, vagy mi volt? Jó Istenem. Na látom, már leraktad a földön, hogy ne. Nem leraktam, leesett neki. Na megint le? Folyamatosan leesik. Akkor
És megint az van, hogy nem költ, úgyhogy kérek egy tisztítást, kérlek szépen. 22%-on vagyunk. Az még elég jó. Messze laktok, lakunk-e? Nem, szerencsére nem vagyunk messze, meg most valószínűleg. Én bejelöllek, Lárika. Már többen fognak téged jelölni. Na figyeljetek, akkor helyzet az, aki szeretné látni, az jelölje be Villalmi Dalát. Jó. Keressetek rá a Villalmi Dalára. Azt kiírja? Szerintem igen. Keressetek rá a Villalmi Dalára, vagy Győri Klára néven megtaláljátok. És ha valaki szeretni akar, annak Kláriát küldi a mennyasszonynak a fotóját. Győri Klára, vagy Villalmi Dala. Egyetlen egy Villalmi Dalát fogsz találni. Az szerintem egyszerűbb. És akkor sútyomba kapsz egy fotót a mennyasszonyról, és eldöntöd, hogy megéri, vagy nem éri. Na, nem lakunk messze. Tehát az előbbi kérdésre válaszolva. Nem lakunk messze, ugyanis ma eldöntöttük, hogy a villába fogunk aludni. A most jelen pillanatban alkalmazott az most még ott van. Nem tudom, hogy főzött, amikor eljöttünk, akkor ugye mondtad, hogy lagzira megyünk, ha nagy kanállal fogunk enni, nem kell főzni. Ja. De mindig van otthon valami kaja, úgyhogy ez nem gond. És... Jaj, Zsuzsikám, hát bárcsak úgy is látnak már ezt a mennyasszonyt. Na, háttérben a lovak is nagyon idegesek. Úgyhogy most a Klári sem fog visszamenni a parti házba, valószínűleg. Na, reggel mennem kell, mert a csirkéket meg kellett egyébként. Tehát csak reggel fog hazamenni. Viszont szerintem mindannyian holnap már a parti házba leszünk. Holnap egy teljesen másik videóval fogok nektek kedveskedni. Sípos Anita, hát úgy vártuk már, tehát hozzad nekünk Mikit, láttad ezt a disznóvágást, Miki barátom? Hát tiszta tragédia itt ez az egész, hát üljetek fel arra a repülőre, az gyertek idefele, bontsad fel, mert még pucolni se tudják ezt a malacot, te. Itt emlékszem olyan kolbászt, mint amit a Sípos Miki csinált, hallod, párját is kitja, itt meg feleségesen hal meg a malac. Zsuzsi, ami Dana már lefeküdt, szerencsére nagyobbik kocsival jöttünk egy kis busszal, és a hátsó ülésen alszik. Meg igazából neki sok volt ez a malac nyeszetelés, és nem nagyon akarta látni azt, hogy bántanak egy állatot, és már olyan kicsit úgy pityergőse vette, és akkor mondta neki az anyukája, hogy inkább akkor menjen feküdjön le. Hiszen itt már amúgy is éjfél van. Igen, már fél egy van. Már fél egy van, tehát hajnali fél egy van. Még mindig folynak a tárgyalások, és a gyereknek ugye már ilyenkor aludni kell. Úgyhogy... Sipos Anita, Mikivel beszélni akarok még majd? Ami jó kolbászreceptet, vagy ilyen feldolgozási tanácsot akarok majd tőle kérni. Nem tudom, hogy ti jöttek-e Janiékkal, mert Janiék szeretnének jönni. Mert akkor lenne itt egy-két olyan dolog, amit szívesen átbeszélnék Miki barátommal. Laci Anna Mária. Na. Szia. Még mindig 40-en követnek, az azt jelenti, hogy reggeli tart a buli. Hát ha ez buli, akkor még el fog tartani. Most vágták a disznót. De... Se, Coca-Cola. A vizen, te vizen kívül van valami innivaló, Klári? Volt tea. A víz meg tea. Habzsidőzsi. Hát honnan lenne kólájuk? Tehát igazából... Na nézzük, hogy állnak a tárgyalások. Vőlegény is mindjárt elalszik. Jaj, Rezsi Pusti barátom kérdez, hogy hol van már a csaj, arra én is kíváncsi vagyok. De tényleg hol van most a csaj egyébként? Itt van a házban, a szobában van. Menjünk már, kopogjunk be hozzá, köszönjünk neki, azt mehetünk haza. Vagy nem? Nem jó ötlet.
ezek szerint nem jó ötlet. Hú. Cigiznek, tolják a szeripinát. Zsuzsa Fekete erre számított. Nem számítottunk tulajdonképpen semmire, nem tudtuk, hogy mire számítsunk, hiszen voltunk már balis lagzén, esküvőn, a teljesen más, voltunk már Pápuán esküvőn, voltunk már Indiában esküvőn, Magyarországon, meg Európában egy pár helyen, Angliában, Görögországban, sok helyen, nagyon sok helyen voltunk. Soha nem tudtuk azt, hogy mire fogunk számítani, tehát mire számítsunk. Most már tudjuk, hogy a szombai elindultak a nagykövetek. Figyelj. Indulnak a tárgyaló emberek. Ott vannak. Fogta a kis táskáját, és most mennek. És ilyen apró részletekig, részletekben menően megegyeznek mindenben. De már a vőlegénynek a csoportja kezd fáradni. Lehet az ellenség ezt fogja kihasználni. Hogy már inkább szabadulnának, mondanak valamit, csak menjen. Na, fogalmunk, nem tudtuk, hogy mire számítsunk. Azt tudtuk, hogy megkértek minket, hogy lehetőleg a... Ugye, igazából Klárik akarta szerintem ezt a szumbai ruhát, ugye Klári? Ezt a szumbai ruhát te akartad leginkább, nem? Nem, Klárika nagyon akarta, és akkor én meg azt mondtam, hogy jó, hát látszik, hogy ki az úr nálunk. Mondjuk a tévedés akartam volna. Értem. Tehát akkor így összem inkább. Nem, tehát utána szépen felöltöztünk, elértünk, és nem tudtuk, hogy mire fogunk számítani. Azt tudtuk, hogy eljövünk a lányhoz 6 óra, akkor meg egy fel volt vázolva egy ilyen kis akármi. Biztosan láttátok már reggel a videót, amiben mutattam, hogy én aztán készültem mindennel, a gimballal, meg videokamerával, meg drónokkal, meg vakukkal, meg állványokkal, meg mindennel. Na, ettől függetlenül kiderült, hogy ezt egyedül kezelni. Én sajnos nem nagyon tudom. Egyszerűen úgy, ahogy szerettem. Nem, hogy szerettem volna. Közel vagyunk a reptérhez, ezért a drónokat nem engedte. Egyszerűen nem engedte felszállni a drónokat. Úgyhogy a drón videók azok meghiúsultak. Néhány fotót készítettem. De olyan, mintha senki nem foglalkozna veletek. Foglalkozik, de most jelen pillanatban mindenki a tárgyalással foglalkozik tulajdonképpen. A férfi része itt, ők meg ott. Megpróbálunk ott egy kicsit, pont mellettük ülünk, és a férfi csapatot erősítjük. De nagyon-nagyon alig, hogy megérkeztünk Robiéknak a házához. Robi azonnal oda jött hozzánk, és azt tudni, hogy mi vagyunk az egyetlen fehér ember ezen a összejövetelen. Robi ott mindjárt kidőlt szegény. És nekünk elég jó nevünk van itt Zumbán, és azonnal Robi ott hagyott mindenkit, és mi mondtuk neki, hogy Robi, nyugodtan menjél, nem kell velünk annyit foglalkozni, mert én videózni, élő videózni szeretnék, meg fotózni szeretnék, és stb. Stb. Ezért majdnem úgy kellett rábeszélni, hogy ne csak velünk foglalkozzon. Tehát... Szabó Feri azt üzeni, hogy magyar szemmel is megéri. Feri. Olyan jól megy az, hogy Feri. Megy éjszakázni. Tehát azért nem semmi, vannak emberek, akik több órán keresztül nézik ezt az egészet. Megmutatom nektek a férfi tárgyaló csapatot. Elájultok, hallod? Azt figyelj. Most hány óra van? Vagy hogy itt
így hogy lesz haladás? Hát nincs most tárgyalás. De most nincs kivel tárgyalni, mert a követek azok elmentek. Ott van hátul a Robi, a vőlegény. Szerencsétlen, mert tiszta mosott. Ezek a ugye a tárgyaló emberek. Ott meg már a másik fele ott alszik. A többiek meg már hátul alszanak. Lesz-e neked szóba iránykérés? Na nézem, hogy valaki kérje még a mennyasszonyt. De nem. Igen, Ferikém, a mennyasszony csapata már megint visszavonult. De azt mondták, hogy nagyon jól haladnak a tárgyalások, és ez a procedúra, tehát ők ezt tudták, hogy ez lesz a procedúra. Mi nem tudtuk. Tudtuk volna. Tudjuk, nem jövünk. De eljöttünk volna. De eljöttünk volna. De nem maradtunk volna sokáig. Maradtunk volna szerintem, mert én megígértem a live-ot, és ez azért... Addig, ameddig még 30-40 ember nézi, addig én ezt fogom folytatni. És mikor ti is kifulladtatok, és már nektek is végetek van, és esetleg megláttuk, vagy hamarabb meglátjuk a mennyasszony. Ez nem semmi, gyerekek. Nem semmi. Komoly, tényleg nagyon komoly tárgyalások ezek. Kár, hogy nem értettem. De mit mondod, megér annyit a lány? Nem ér, hát mire lesz jó hajós? Minden lehetett olyan jó, Lia. Jaj, Henny. Menjél nyugodtan. Nem. Ne nevesedtek ki, de órák óta még mosdóban sem mentek ki. Nem láttunk senkit ezek közül, akik... Nem láttunk. Te láttál? Hát ki tudja, lehet, amikor elmennek kitalálni, hogy mit szeretnének, hogy gyorsan megejtenek egy vécét. Senki nem reklámolja éhes? Nem. Képzeljétek el, hogy nem szólt senki még eddig. Hát azt mondja Klára, ott volt hátul a kaja, de hogy fogalmazzunk, hogy nekünk annyira nagyon nem jött be. Tehát én kaptam ugye egy malacfülét. Most... Jaj, visszaveszem. Tehát én kaptam ennél egy malacfülét, ami elég nagy megtiszteltetésnek számított. De nem tudtam, hogy a korom miatt olyan... Mármint nem, hogy az én korom. Hanem amiben sütötték, főzték, grillezték, vagy nem tudom, amiatt olyan furcsa ízű, de nem tetszett nekem annyira. Hát, ha láttátok volna a videót, akkor most mutattam meg nekik, hogy kell disznópucolni körülbelül. Ha disznópucolás sem ismerik, tehát akkor gondoljatok bele, hogy milyen lehet az íze a húsnak. Kaptam egy kis sót, lesz itt a disznófile farka, egyet. Megpróbáltam. De úgy mondtam, inkább iszok, lehet, csak szomjas voltam. Azt mondja, Rezsú István barátom, hogy szóljatok az öregnek, hogy a szélén ül az asztalnak, lenne zakózzon. Ezek, igen, ezek elalszanak, aztán félek, hogy lepotyognak. Még az innen is hozzászóló is azt kérdezi, hogy meddig tart ez még. Robi azt mondta, hogy ezt tudták, hogy ez egy ilyen folyamat, tehát ezzel tisztában voltak. Magyarul úgy jöttek el ide alkudozni, hogy hoztak
ilyen ajándékokat, de nem tudták, hogy mi lesz a vége. Tehát ő úgy tippelt, hogy 30 lóból megúszza, aztán lehet, hogy nem fogja megúszni 30 lóból. De természetesen szeretné olcsóban. De ezzel, amikor mi alkudunk a piacon, ugye, az már nem tetszik nekik. Még nem ennyi sokat. Aranka, Aranka, ennek én is örülök. Elhízott ember. Én vagyok itt elhízott ember, rajtam kívül egy darab nincs. Én nem. Találtál? Itt elhízott ember. Nem, nincs el, nem látunk mi sem elhízott ember. Nagyon egészségesen esznek. Egyébként nagyon kevés húst esznek. Ami most nehéz elhinni, ugye? Integet, integet, integet. Zsuzsa. Fekete Zsuzsa. Jaj. Szerintem az is lehet, hogy éppen a kis csaj az bent van, aztán alszik. Szerintem is simán. Nézi a DVD-n, érted, a Batman-t. A Netflixen vagy. Nézi a Batman, mi meg itt szenvedjük ezt az egész dolgot. Meg kell szenvedni a nőjét. Jó, itt van Helgának az anyukája, Marika néni is. Marika néni is a sok ilyet látott még, gondolom. Hát remélem, hogy valami már jön. Nagykövetek ide mennek, oda mennek, valami történjen már, mert... Hát komolyan mondom, Magyarországon több ember van éber állapotban, mint itt. Igen. Igen. Na, mint akik nézik. Na, van, aki azt mondja, hogy nagyon büszkénk rá, hogy bemutatjuk a szombai kultúrát. Nézd? Uh-huh. Igen, mutasd meg nekik a szombai kultúrát. Tessék itt a szombai kultúra. Megbocsánat. Tessék, itt így néz ki egy lány kérés. És ezek tényleg elaludtak, basszus. Szegény Robi, komolyan mondom, 5 évet öregedett. Itt a vőlegény, vagy a ami. És egyébként Robi viszonylag jó képű indonéznek számít, szerintem. Tényleg? Persze ilyen tárgyalások mellett. Igen, de ha belegondolsz, hogy nagyon komolyan tolják ezt a tárgyalás dolgot, jó üzletemberek lehetnek ezek a dolgok. Ilyen fontos üzlet között bealszanak. Mit neki? Gondolom nézik a hülye gyereket, hogy miért ide jön ez a fehér az egész. Jó kis bulit kihagyja. Csak a telefonjához beszél. Közben itt van a jobbik buli, nem? Ja. Ha nem látom, el sem hiszem. Hát, Zsuzsi, szerinted én? Szerinted az, nekem mondják, hogy ez lesz. Inkább elmentem volna, hallod, kokoséka horkászni. Na, de remélem nem bánjátok, hogy egy ilyet is. Végig néztetek. A Discovery se csinálja különbe, higgyétek el. Vittünk egy kis bárnát, kis buszt hoztunk. Ha úgy van, bemegyünk, két sor ülés van benne, ledönthető üléstámlák, ezt már simán. Kislányunk lassan felfelé fog ébredni, nem? Na, azt mondja, Ági, hogy menj egy kört, nézd meg, hogy mindenki alszik. Szétnézünk. Amidala, hogy bírja. Aranka, Amidala már alszik. A disznóvágás után azt mondta, hogy ez neki kicsit sok. Sőt, még előtte. Hát, mint a disznó meg volt kötözve, de még nem kezdték el levágni. Igen. Na, megyek egy kört, jányok. Így, hogy kértétek. Itt a fiú csapat.
ezek kidőltek. Malacot azt itt hagyták. Na megnézzük a mennyasszony rokonait is, mert tényleg rájuk várunk. Baszol azok is az állakot. Ezek nagyon komoly tárgyalások folynak, hallod. Megukadtuk a kulisszák mögé. Hányák vetik a dolgot. Azt anyjuk úristen, így ezzel. Ezenek itt egy csomó gaja, te. Hallod? Miért takargatják ezt itt előttünk? A húsi leves, meg minden. Habzsi dőzsi. Ja, értem, tehát addig nem adnak enni, míg nem egyeztek meg. Hogy van ez? Na. Kiéheztetik a jó népet. Na, tessék. Mi fel vagyunk ezek, hogy itt alszanak mind. Az összes. Nekem meg itt adják az égett disznónak a fülét. Itt mögött van a húsi leves. Tyú, az a tésztás cucc, az jól néz ki. Aha. Tehát, a sutyomban megtaláltam a kaját. De itt benézek, hátra itt van egy mennyasszony. Kajácsutyomba eldugták. Arra várnak, hogy meglegyen a megegyezés, és akkor adnak enni. A vőlegénynek és a vőlegénynek a kísérőinek. Na, mi látunk már a vőlegény kísérői vagyunk. Úgyhogy sürgetni kell a dolgot. Ezt elmondom Klárinak is gyorsan. Klári, ott hátul van tök jó kaja. Tésztam el ízében mindenféle. De nem lehet. Jó, nem lehet. Azért. Hallod, ezek ha megegyeznek, akkor lesz itt izé dinodálom. Igen. Meg eszem iszom. Addigra megromlik a kaja. Kis groffó zámbó, Jimmy, amit akarsz minden. Jaj, Csabikám. Ráti Csabi is megérkezett, úgy látom. Ó, Zoltán. Ő volt szumbán is. Neki volt szerencséje meg ízlelni a szumbai életet. Remélem tetszett neki. Igaz? Nem nálunk szálltak meg. Jaj. Adsz egy kis vizet, Klári. Jó, ezt megköszönném. Jó,
Legalább vizet intézünk. Milyen ajándékot szokás adni az ifjú párnak? Hát, lovat, kecskét, tehenet, aranyat, pénzt, szőttest, ikatot, segíts még Klári, mamulit, a mamuli a szombának a jelképe. Hát körülbelül ennyi. Mindenféle állatok egyébként, amit meg lehet enni. Mi először egy lovat akartunk nekik venni. Mondtuk, hogy akkor kapnak tőlünk egy lovat. És nem találtunk olyat, ami jó lett volna. Körülbelül ilyen, hát nem nagy lovat akartunk, kicsit, amit már meg lehet venni ilyen 100.000 forinttól körülbelül már elérhető. Egy olyan ló, ami már eszik, kezd eszegetni. Mi először arra gondoltunk, de nem találtunk olyan jót. Utána gondolkodtunk azon, hogy legyen tehén, de azt sem találtunk olyat, hogy jó árba meg jó lett volna. És akkor a végén abban maradtunk, hogy arany. Azzal nem lősz mellé. Úgyhogy kaptok aranyat. Egy mamulit én is szeretnék. Hú, hát ha Klárinak ezt megmondod, akkor biztos, hogy visszahaza neked mamulit, vagy küld neked haza egyet. Igazából nagyon nagy különlegesség. Magyarországon lehet majd kapni a Balicraft Marketbe. Ugye biztosan tudjátok, hogy nekünk van egy webshopunk, én konténerekkel küldök az árut Magyarországra. Van majd 1500 fajta termékünk. www.balicraftmarket.hu és oda fogok akkor, ha van rá több igény, és akkor küldök oda mamulit, és akkor ott természetesen nem neked, de hogyha szeretné valaki megvásárolni, akkor lehetőség van rá. Egy különleges dolog, nem sok van belőle Magyarországon, ezt borítékolom, ezt garantálom nektek. És gondolkodtam szumbai szőttesen is ezen, amiket itt láttatok az embereken. Hát így ilyen mutatónak leginkább abból küldenék az, amint érdekesség, hogyha valaki szeretne ilyet venni, ugye, mint különlegesség. A mamulit lehet, hogy még be fogom rakni, mert ugye van nekünk egy másik webshopunk is, a Mimi Manari, ami a kislányom után kapta ezt a nevet, és oda is fogok berakni mamulit, szerintem mamuli fülbevalót, mamuli nyakláncot, és egy pár olyan különlegességet, amit csak itt Szombán lehet kapni, olyan karkötőket például, meg olyan nyakláncokat ebből a különleges fából, meg ezekből. Lehet lenne Romában is rá kereslet, gondolom. Elképzelhető. Igazából a labda fel van dobva. Én csináltam meg ezeket egy kedves barátommal ezt a webshopokat, meg ezeket a termékeket én gyártottam, igazából mondom saját márkanév alatt. A villát is, amit láttok, az mind az én saját design, saját gyártású termékeinkkel van berendezve. És mi vagyunk a franchise tulajdonosok, ezért franchise jogokat adunk el Magyarországon elvonatva, ha valaki más országban, legyen az Románia, Szlovákia, Ukrajna, vagy Amerika, vagy Francia, tök mindegy, szeretne franchise jogot vásárolni, akkor tárgyalunk róla, és küldjük az árut. Nem olyan régen küldtem hozzá pont egy 20 lábos konténernyi árut. Harminchat néző inkább minket választ, mint a Batman a Netflixen. Nem semmi. Meg kell igazítanom a hajam. Lesz víz, már akkor kellemesebb lesz az ember közérzetés. Figyeljétek a vőlegényt. Az előbb már aludt.
Palos! Palos, 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 ilyenkor értékeli az ember a saját kultúráját, ugye, amit már ismer, oda megyünk a mennyasszonyt, kikérjük, ellopjuk, az viszontlátás. Jön, jön, nem jön, nem jön. Mi nem várunk ennyit, meg tárgyalunk, meg kiérez a malac farka. Inkább, mint a korona, meg a politika a tévében. Köszönöm szépen, Gyöngyi. Ez is politika. Tárgyalások. Komoly tárgyalások. És tök komolyan gondolják itt egyébként. Imádom őket. Tehát én tök örülnék neki, hogyha ez a hagyomány ez nagyon sokáig megmaradna még. Nagyon élvezzük. Hát, megint bisít egy malac. Mennyi malac van itt? Remélem, nem akarok még egy malacot levágni. De nagyon-nagyon jó, hogy sikerült részt vennünk egy ilyenen, mert ha legközelebb hívnak, megverik a jó embert. De Robi nagyon jó barátunk, tehát... Ezt mondták nekem, hogy lehet, hogy reggelig fog tartani, annak idején mikor kezdtük. De én máshoz vagyok szokva, egy lagziba, ugye Magyarországon. A reggelig tartó lagzi az teljesen más jelent otthon, mint itt, úgy látom. Elüldög élünk itt. Viszont azért az nem szúnyog nincs, nincs egyáltalán. Egyáltalán nincs szúnyog. Behe Gábor, hol vagyok? Szumba szigetén egy leánykérésen, ahol van a fiúcsapat, azaz a vőlegény, és van a lánycsapat, azaz a mennyasszony. És ezek most alkudoznak egymással, hogy mennyibe kerüljön a mennyasszony. És addig, ameddig nem tudnak ezek megegyezni a lánynak az árát illetően, addig itt ilyen érdekességek vannak. Szerintem ez felkészítés arra, hogy a nőre mindig várni kell. Ezt a Culu barátom mondta is, van benne valami. Szúnyog és légy? Nincs. Se szúnyog, se légy. Nem találkoztunk vele. És ami még érdekes, hogy nekünk a cuccaink le vannak rakva nem közel hozzánk. Senki nem nyúl hozzá. Tudjuk, hogy Szumba nagyon, ebből a szempontból nagyon-nagyon biztonságos. Pedig egy ilyen kamera az egy ilyen embernek a több éves fizetése. Tehát most gondolj bele, ahol 20-30 ezer forint egy havi fizetés. Tamás, legközelebb hívnak, még a szomszéd se lesz otthon. Pontosan. Pontosan. Becsukjuk a kaput innentől kezdve, kulcsa. Ja. Kezd a nép elfogyni. A 38 ember követi még ezt, hihetetlenek vagytok, gyerekek. Hihetetlen kitartóak vagytok. Én
megkérdeztük az előbb a főlegényt, hogy meddig fog-e tartani, és azt mondta, hogy lövése nincs. Fogalma nincs. Mennyi egy havi fizetés? Van egy táblázat, hogy kinek mennyi, attól függ, hogy mit dolgozik, de egy átlag embernek a havi fizetése az olyan magyar pénzbe átszámolva mondjuk olyan 20 és 30 ezer forint közötti összeget lehet mondani. Egy biztonsági őrnek a fizetése 1 millió 800 ezer rúpia, havonta az 36 ezer forint. Ebben benne vannak a járulékok is már, ha jól tudom, mindenféle. Például ez a srác, mikor nálunk dolgozott, a Robi, ő nálunk keresett 20 ezer forintot, azt hiszem, havonta. Azt mégis összedett ennyi lovat, halljátok. Túl volt fizetve. De igazából nem... Ő is itt azt tudni kell, hogy 7 napból 6-ot dolgoznak. Egyetlen egy szabad napon, vasárnap, amikor templomba mennek. Jaj, Rádi Csabi, ne is mond. Jó kis hátros paraszt lakzi. Nincs is annak pálya, gyerekek. Ezek, amikor én Pápuán nősültem. Az volt még olyan, hogy... Még ettől nagyobb buli volt. Ettől jobb volt. Mindenki kidőlt konkrétan. És hol van a külső aksi? Mert 9%-on van az aksi. Na. Hányak siker egy ilyen lapikhoz? Jó, 8%-a van és elkezdtük tölteni. Na kérdezzetek, ha valamire kíváncsiak vagytok, szívesen válaszoljok. Mindjárt Klári, miért is fizetni fogsz? Klári már az ennyi. Már őért nem kell fizetni. De akkor minden pénzt megélne. Ez egy olyan sztori, amiből akarok majd még egy ilyen élőben jelentkezést, ahol elmondjuk nagyjából a dolgokat. Tehát ez egy mókás kaland volt, ez egy egyhetes mókás kaland mindennel összesen. Az ott volt helyi mafiától menekülés, meg kalózok elől menekülés kormányhajón, meg új, ott volt. Volt sok móka és kacagás. Ott az első nap a fotósunk azt mondta, hogy neki többet ér az élete attól, mint hogy velünk tartson. Úgyhogy ő a szállodába fog megszállni, és ő onnan ki nem teszi a lábát. Menjünk a dobra egy lovat is haladjunk. Nem teheted meg. Tehát itt a tárgyalóbizottság van, és akkor ők szépen egymással most megcsinálják. Amikor szomszédok voltunk, nem láttak ennyit, mint most pár napja, hogy nézem a videóidat. Nem tudom, hogy ennek most örüljek. Vagy nem. Pető Márta. Viszont figyeljétek a Szenner Zsolt, na neked ez igazából nem újdonság. A tárgyalóbizottság.
hát a mi esküvünk az ettől nem azt mondom, hogy egyszerűbb volt, de teljesen más volt. Fűszoknya, meg amit akarsz, minden ilyen okosság. Nekünk az Aszmat törzsnél volt, akit úgy ismernek, hogy kanibálok. Ott volt örökbefogadási ceremónia, mert nem lehetett csak akkor az ő szertartásuk szerint. Králit is örökbefogadták engem, de ez volt már, aki hallotta, azért nem akarok még egyszer térni erre. Az egy hét érdekes buli volt. Minden nap szinte benne volt a levegő, hogy nem fog sikerülni. A végén sikerült. Aztán 7 évvel ezelőtt majd osztok meg képet. Fú, lát olyan képeket, hogy Klári az úgy nézett kint valami istenre. Ilyen párduc, bőr, fej, bigyóka volt a fején, én meg fűszoknya, meg ilyen kardisz, meg és voltam 80 kiló akkor, körül 80-85 kiló. Hát ez egy másik érdekes sztori. De majd az élőben lehet, hogy fogok majd még egy picit kitekinteni más országokra is, vagy összehasonlítani. Indiából is van, meg Nepálból is vannak nagyon jó érdekes sztorik, amit meg tudok veletek osztani. A közelebbi barátaim nagyon sokan szerintem ismerik. Na nézzük, mi a helyzet ezzel a lány vásárlással. Ezek kidőltek, ezeknek végük. Klári oda ment érdeklődni, hogy mi a helyzet éppen a... ezzel az egészen. Az új bejelentkezőknek el szeretném azért mondani, hogy mi történik most, akik még nem tudják. Mert például Zsolti is szerintem most kezdett el csak követni. Egy lánykérés. És most megy ennek a tárgyalások, hogy igen vagy nem. Ótos Laci szerintem azóta elment dolgozni, de járt a műszaki, hazajött, és akkor most újra felkapcsolódott. Hát Lacikám, mi azóta is itt vagyunk. És tartjuk a frontot. Azóta már volt disznóülés. Meg disznósütés, vagy mi ott hátul. És töltött káposzta bibliti nincs. Disznóperzselés, az is volt. Meg tárgyalás ide, tárgyalás oda. Nagyon sokba kerül ez a mennyasszony. Nagyon-nagyon sokba kerül ez a mennyasszony, gyerek. Hihetetlen. De az a furcsa, hogy senki nem csinál semmit. Tehát itt fekszenek, aztán úgy teljesen jól el vannak. Hát igen. Igen, Sanyikám. Ha Klári sokat ül a vőlegény mellett, rájön, hogy túl sokat adott a mennyasszonyért. Így van. Nincs is párja Klárikámnak. Szumbáncs. Az biztos. Na, Teóka is megérkezett. Lejárt a műszak. Hazamentetek a munkából. Mi még mindig ezt csináljuk. Hát kidőlt mindenki, ez igaz, de tehát azért a mennyasszonynak elő kéne jönni. Tehát rosszabb, mint egy szülés. Klári, most tudom ennek kérdezni, hogy most akkor mi a ügy van. Érdeklődik a vőlegénytől, hogy mondjanak már valamit. Feri, igazad van. De már azt mondták, hogy megegyeztek. Már kiderült, hogy a disznónak a jobb lába a mennyasszonyé, a mája, a mennyasszonyé, a feje, a mennyasszonyé, a többit viheti a vőlegénye. Mit akarnak még? De mindenki el.
Jaj, meg kell szenvedni itt az élmény asszonyért. Na más nem bemegyek a mennyasszonyhoz és szólok neki, hogy mutassa magát. Klárika hozza a híreket. Na, mik a hírek, Klárika? Közelebb kerültünk itt az igazsághoz. Milyen igazsághoz? Mert ugye már kértek 10 lovat Robitól. Robi el is hozta az összes 10 lovat. Viszont így pontokba szedve dolgozzák föl a dolgokat. Tehát az első pont azt mondta, hogy például az, hogy ide érkezik időre Robi, ahogy megígérte. Ma idejött és hozta az állatokat, ezért Robi ad nekik egy lovat. Akkor ezt így beírogatják, és akkor mennek a következő ponthoz, ami nem tudom mi, akkor Robi ad még egy lovat, vagy kettőt. És eddig még csak 7 lovat fogadtak el így tőle, még hátra van 3. 3 ló elbírálása. Ó, drága jó Istenem! Mi van te? Újjaj! Látjátok? A vőlegény. A vőlegény megunta a bulit. Nagyon helyes. Na végre történik valami. Hát igen, Robinnak tehetős családja van, ezért megpróbálják minél jobban kialkulni a lányára, szerintem. Na, lehet visszalép. Robi. Na, Robi most vissza akar lépni a lakzítő gyerekek. Azt a becserünk ennek. Robi egy gazdag családból származik, és próbálnak minél több pénzt ki. Sajtolni belőle is, neki nem tetszett. És azt mondta, hogy tartsák a jányt. Új gyerekek, ez egy rész kisebb. Pedig egy olyan nyugodt gyerek. Ez olyan nyugodtan beszélt hozzám, és meg így biztos jöttek, hogy ez kell még, meg amaz kell még. És nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mert rengeteg szumbai ember álmodni sem el arról, hogy valaha feleséget szerez magának. Neki pedig rengeteg barátja, nagy családja van. Hát menj, körülbelül 20 állatot összehoztunk neki. És kérdeztem, hogy oké, idehozott 10 lovat, mert annyit kértek. És hogyha még az alkulozás során ő azt mondja, hogy tudjátok, még hozok még 2 lovat, csak fejezzük be. Az miért nem jó? Azt mondja, hogy nem. Szabó Feri hozzászólása végén csak jobb lesz, mint a Batman. Én
már nem merek oda menni Robihoz, hogy kérdezzek tőle bármi. Buli van, gyerekek, buli van. Nem kell neki a kárcsi, inkább lehet. Nyuga, lehet az orpának, nincs orpának ilyen nem. Potar Ádám, a koppanás az az volt, hogy fogta Robi, felállt és a kardjával ráütött a székre. A szék az ketté tört. És most mindenki be van szarva, figyeljétek. Tündi Robitól nyugodtabb embert keresett, ismered. Egy nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott ember. Pedig ismerem évek óta. De ti is látjátok, mit csinálnak 6 órája. Már lovat hoztak, már aranyat adtak, már... Mi kell még a félhessége? Odaadták a tisztónak a jobb lábát, meg a... A máját, a fejét is. Hát mit akarnak még ezek? Ma ezek után megbecsülje a feleségét. Nagyon helyett, figyelj, az asszony megszólal, levágja a fejét, karddal kicsuk. Senki nem halszik most már? Bentről kifejkett mindenki és kijött. És nekem meg csak a fülét adták a palacnak. Azt mondja, hogy néha annyira el tud húzódni, hogy másnap délután is folytatódik. Hát én másnap délután nem leszek itt. Tíz lovat kértek, és 10 állatot, meghozta a 10 állatot, akkor mi a probléma? Nem? Igen. Azt mondja, Robi, biztos nem gondolták át, és akkor most próbálnak, ugye. Amit még kicsi karni belőle. Anyikám fogalmam nincs, hogy a mozsárban mit töröget. Mit töröget az öreg mozsárban? Szerintem ott szembe vennék. Nem tudom, hogy nem merek közel menni. Nem tudom tűnni, hogy mire várnak. Fogalmam nincs. A lánynak a... A lány családjában most jött valaki, és mondhatod Robinak valamit, nem? Hogy még megtolják ezzel arra, és azon ki akarja. Tamás, az a baj, hogy nem tudjuk, hogy mit kell, hiszen most az a helyzet, hogy Robival megegyeztek egy árban, és Robi azt kifizette. De most a lány családja még szeretne többet, hiszen Robi egy gazdag családból származik. És ilyen apróságokat alkudoznak, de van az a pont, amikor Robi azt mondta, hogy vége. Tehát vagy ennyiért ide adjátok, vagy menjünk a picsához, hagyjuk itt nektek a gázsit, csináljátok valami, amit akartok. Na tényleg nagyon szállókodok. Megyük azt, hogy a második kritérium miatt Robi adott a 2 lovat. Megnézzük a lovokat, hogy ú, ez túl sovány, ez túl fiatal, és akkor toljad meg egy kis mamulival, meg egy kis pénzzel, vagy hogy működhet ez? Hát igen. Vagy egy disznólábban, meg egy kis májjal. De már leválták a disznók.
haza. Ezért nem adtak még nekünk enni akkor. Ja, mert lehet, hogy belealkodják a kaját. Lehet a kaját is belealkodják. Lehet a végén nekünk kell kifizetni. Vagy itt maradunk kajának. Remélem, hogy nem mi maradunk itt kajának. Ahogy Klárika gondolja. Ha már nem robbant fel a disznó. De oda mentek a malachoz, valaki mozgatja a malatot. Vagyis a maradékot. Itt azt mondják. Ja, megint. Pakolnak. Alkudoztam én, biztos. A hátsó lábát is. Basszus, elkérték. Igen, úgy néz ki, hogy elkérték a hátsó lábát is. Azt, a mennyasszonyék. Mi csak rögünk rajta, gyerekek, de ez így van. Tényleg nem kéne rögni, mert Robi elpaterol minket innen. Igen, de nem kell rögni, mert kard van náluk. De már vágják le a maradt lábát. Mutatom. Közben rájöttem, hogy mit tördelnek a mozsárba, és az öreg bácsi mit tördel. Nincs foga a bácsikának, ezért a szilipinát, vagyis mi ez, a beteldiót összetöri a mozsárba, és pépszerűen teszi bele a szájába. Na, ez is okosabbak vagyunk. Tehát az történt, hogy lány családja belealkutta még a disznónak valamelyik testrészét, amit most le is vágnak. Ezen akad ki, Robi. Minden nap van határa, gyerekek. Tehát bele a... Miért csukdolózó? Drága Zita, hogyha körülötted ideges emberek lennének karddal az oldalukon, lehet, hogy neked sem lenne kedve hangosan beszélni. Megrögcsülni. Tehát úgy néz ki, hogy egy hátsó lábat is oda kell adni. Tehát egy hátsó lábat is levágnak most, és azt odaadják még a mennyasszony családjának. Ez neked szó, Szabó Feri. Feri, olyan izgalmas lett a vége, hogy betelefonálok, hogy nem tudok menni éjszakára dolgozni. Hú, Feri. A hódos Laci. Már lemerül a telom, nem lehet kivárni. Mi sem tudjuk kivárni. De most azt mondták, hogy akár holnap délig is eljöhet, elhúzódhat. Én addig nem várok. De már szerencsére nem sok van a malacból. Mit alkudnak még bele? Két bordát. De kardon rájutott arra a székre, rögtön darabokra tört. Így mi Robit nem láttam. De igaza van, most kell meghúzni a határokat. Hajrá, Robi! Ugye, Klárika? Jó csaj. Megjött a tárgyaló bizottság. Figyeljük, Robi, már nem is akar szemben nézni. Robi már nem néz szembe, ilyen komoly gond van. Mikor nem néznek az ember szemébe, akkor nagy sértés az, hogyha nem néznek a szemébe. Ott van Robi, már a fejét is elfordítja. Lehet, hogy nem lesz ebből semmi.
Visszajött a lánynak a családjának a megbizontja. Hoztam megint valami ajándékot Robinak. Robi már a szemükbe sem néz, már ő ki van akadva. Itt vagyunk körülbelül 7 órája. 7 és fél órája durván. Ez a lány kérése. Hát de sok is tényleg igaza van, mert a malacot már nem fogja tudni feléleszteni. Tehát azt már levágták. Az egyik lába itt a vegyik vesélye, a férfinál, a másik ott. De most nem tudom, hogy ilyenkor mi van. De Robi már az előbb fel akart állni, és azt mondta, hogy menjünk haza. Az egész csapat. Mi Robiéka vagyunk. Tehát, ha menj Robiéka, akkor menjünk is. De akkor nem látjuk a mennyasszonyt. Akkor elküldjön képet. Nem az a baj, hogy elküldesz képet. Hanem az a baj, hogy Robinak nem lesz mennyasszonya. De ha eljön Magyarországra, ott nem kell pénzt adni a mennyasszonyért. De már nem tényleg szemünkbe se néz, már ki van akadva. Hát fáradt is. Én mondtam neki, hogy gondolját, mert a csillag állás szerint mondták az erdei napot, tehát olyan csillag nincs, hogy meg kell nősülni. Hülyeség. De szerintem olyan sokan nézték most ezt az élőt, hogy simán akad jelentkezünk, aki hozzá megy Robihoz, nem? Ingyen is. Igen. Hát Bertók Zéta szerintem ez a család úgy kiforgatja a fiú családját, hogy már kedvesen lesz semmihez. Benne van a paklima. Benne van, igen, igen. Benne van. Most adtak megint ikatot. Most cseréltek ikatot. A kárpótlásért. Kárpótlás fejében hozott nekik ikatot, meg valami doboz valamit. Mi van abban a dobozban? Most nyitották ki a dobozt. Mi van benne, gyerekek? Mulik úgy cserélnek, mint valamit. Lehet, hogy mamulik vannak abba is. Vagy... vagy lehet, hogy egy disznóláb. Disznómáj. Vagy egy aszfalt. Herceg Peti még mindig nem mondták meg. Én már azóta megfőztem. Jaj, küldhetnél nekünk is. De hogy ezek nem mondták meg, hallod? De mámi nagyon. Hát a disznó még az... Azt mondja az ide, hogy mindjárt a mai nap lejár, holnap a csillagok szarulának majd. Mm-hmm. Hát lehet. Na most a férfi is belerakott a dobozba egy-két ilyen vigyót. Fő már valami, vagy nyersen ezik a disznót. Már van ott által előkészítve, csak azért nem megettek oda minket, mert mi nem egyeztünk meg. Ők nem egyeznek meg. De mi köze van annak az én kajámnak, hogy ezek egyezkednek, vagy nem? Egyébként egy ilyen mamuli 15 ezer forintba kerül. Igen. 750 ezer rupia. Most ott hátul kérdeztem. Csajoktól. Csikos és Ófi is bejött nézni a live-ot. Zsófikám, itt nagy izgalmak vannak. Potter Ádám szerint lehet Robi rájött, hogy a fiúkat szereti. Hát ilyen kardal az oldalán bármire rájöhet. Zita azt mondja, hogy ha még egyszer ilyenre hívnak, akkor nem menjek. Megfordult a fejemben. Kedves Zita, elég komolyan megfordult a fejemben. De még bármi lehet. Már ezek megint cseréltek. Aha, úgy tűnik, hogy ezt most elfogadtam.
hozták, akkor most lehet, hogy már 8 ló van átadva. Még 2. Megint elmennek. Visszamennek a jány. A szobába. Megint átnézik a dolgokat. Most elfogadják a 8. lovat. Ez a 8. ló? Uh-huh. Akkor már csak 2 van hátra. De sietek, nélek egy kicsit. Úgy tűnik, hogy 7 óra alatt sikerült lezírozni a 8 lót, akkor még kb. 2 óra a 2 lóra, nem? De jó. Zsófikám, azt írod, hogy így egy picit én is ott lehetek veletek. Bevallom őszintén, én jobban örülnék, ha te lennél itt helyettünk. És én egy picit ott van valahol máshol. Megengedett az azonos nemű házasság? Ez egy kérdés. Szerintem nem. Én nem látom még. Zumbán láttál már? Nem. Nem, azon semmi párt nem láttuk még zumbán eddig. Legalábbis én. Zita azt mondja, Klárika, ne számolj, mert hallani is rossz. Mert annyira rosszul számolok, hogy... Hát nem, hogy még 2 óra hossza. De szerintem ez most sokat lendített a dolgon, ez a karcsapás. Szerintem is kicsit megijedtettek. Hát kijött mindenki, nézzétek szépen, felkelt mindenki, nem tudták elképzelni, hogy mi van. Mindenki kiszaladt a házból, felkeltek a nők, gyerekek, izé. Úgy kellett lefogni, Robi. Robi, úgy kellett lefogni. Elindult haza. Robi, elindult haza, tényleg. Én már rég hazamentem volna. Mondta, hogy kész itt a vége, szuda. Szerintem ez egy ilyen próba, hogy mennyit bír a férfi. Most kell megmutatni. Idegrendszere. Így van. Mennyasszony majd kipróbálja, hogy mennyit bír. Innentől a mennyasszonynak kell bírni a dolgokat. Csinálj egy bombariadót. Hát attól nem lennék előrébb. Nekünk a gácsi kell. Kerül, amibe kerül. De legalább volt egy kis izgalom. Elvesztettük a maradt egy részét. Szerintem azt az egész maradtot elviszi. Hova? Hát a lány családja. Robi abból nem visz oda semmit. És mi vigyen az egy fület? Ja, a fülét már eleve nem tudja vinni, mert a fej is maradt. Igen, kérem szépen. Még úgy azt hittük, hogy nem lesznek izgalmak. Jó. Elemér, nem tudom, hogy milyen. Én nem láttam még a mennyasszonyt. Szép szerint. Uh-huh. Klári szerint szép a mennyasszony. Képen láttam. Láttam, tudom. Mihez képest? Vigyázz az anyós is, akkor lehet, hogy olcsóbb. De mennyiért vinnéd az anyósodat? Pistyukám, nincs az a pénz, úgy... Nincs az a pénz. Neked is lehet csak ismerésed. Annyira. Most már iszok addig egy kőbánya, itt még lesz valami. De én bevallom őszintén, hogy még egy kis narancsnének is örülnék. Na megint vágják a malacot. De megint vágnak a malacba. Azért mondom. Rúgis tárgyalás.
De azt nem értem, hogy ezt a malacot meg kell ennem, mert már felvágták. És nem tök mindegy, hogy a fiút teszi az asztalra, vagy a lány teszi az asztalra. Most őszintén. Úgyis a vendégek eszik meg. És úgyis a vendégek eszik meg. Szegény Robi, nézzetek rá. Na, szinte sír. Kérhetnék a malacból, de mit? Hát, látod, hogy pucolták neked? Kinek? Nem tudok el mit kezdeni. De Robi már nagyon-nagyon ki van lakadva a vőlegény. Szerencsétlen. Ezért nem veszek én el zumbai lányt, látjátok. Jó nekem a... Az ingyen. Az ingyen gágyi. Az ingyen gágyi. Komoly izék vannak itt, hallod. Na, Attila Kozics is itt van. Rendet tenne, az köztetek, várjatok. Bertók Ritának van egy jó hozzászólása, már szégyeli magát a kapzsi anyós és após miatt, Robi. Nem csak anyós, após, család. Tehát itt láttátok a lány részleget. Ott is egy komplet banda ül, akik nagynénik, nagybácsik, testvérek, mindenki akar valamit ebből a buliból szakítani. Valakinek csak egy mamuli jut, de kialkudja magának, hiszen ő az unokatestvér. Van, akinek egy disznónak a jobb lába jut, van, akinek a mája jut, van, akinek a feje, a disznó feje jut, és kialkudja magának. És akkor visszajönnek, és mondják, hogy te figyelj csak, Sanyi azt mondta, hogy nekik még szükségük lenne mondjuk a disznó májra, mert nagyon szeretik. Ez feltétel, hogy azt adjátok nekünk. És akkor körülbelül így működik. Jaj! Hagyjad nekünk. Hagyjad. Úgyhogy folynak továbbra is a tárgyalások. Kerepesi Zsolti azt mondja, várjunk még egy picit, mindjárt jönnek a kis grofóék, hallod? Már küldtünk értük kocsit. Ennyi idő alatt még a pizzánk is ide ért. Baliga. Hát Zsófi, valószínűleg addig, míg el nem fogy a malac, nem tudjuk, mert életünk első szombai lagzi, és azt hiszem, hogy az utolsó is egyébként. Nem valószínű, hogy túl sok lagziba fogunk részt venni. De ezután már semmilyen lagziba nem megyünk. De Robinak a lagziára eljövünk, mert ugye ez a leánykérés, amikor lesz az eskü, akkor eljövünk meg. El. Ha lesz, mert most már ha ez lesz, is kérdés. Mert nem biztos, hogy lesz. Jaj, de gonoszak vagyunk itt, nagy tragédiák folynak, mi itt nevetgélünk. Sanyikám, lehet volna, bízz benned. Nem akarom felolvasni a kérdést, de nem lett volna gond. Jó, ha lesz lagzi, jó. Ha lesz, lesz, ha nem lesz, nem lesz. De ilyen kaja felhozatal után, gyerekek, nem tudom, hogy mi várható a lagzi. Mi? Megint vágnak egy csomó izét? Milyen húst? Vagy lehet, hogy felajánlom Robinak, hogy egy malacot elkészítek neki, ahogy kell. Van normális késem hozzá, meg minden, ami kell. És akkor szépen felbontanám,
és rendesen tarja, combja, ahogy így élik. Nekünk tényleg, Klári, nekünk van barbekyunk is, nem is egy, kettő, három hordozható barbekyunk is van. Igen. Elhozhatjuk is akkor barbekyút. Jó, hogy csinálnék nekik olyan barbekyús sütés-főzést, hogy elálljonnak. Mit szólsz hozzá? Na, gyerekek, benne vagyok egy ilyenbe? Mennyire érdekelne ez benneteket? A lagzira megmondanám Robinak, és lehet... Mikor lesz a lagzi? Jövő? Június. Június. Hát, ha jövő... Mennek az a vendégek. Azt hittük, jön a mennyasszony. Tehát, ha jövő júniusra valami turista itt lesz velünk, akkor közösen tudnánk csinálni egy ilyen jó kis... Megmutatnánk a magyar virtsaftot, ahogy kell. Tudod, felszeletelve kis tarja, kis izé, kis kocsonya be a hűtőbe, akkor lehetne a kocsonyát is csinálni. Én biztosítom hozzá a grillt, a fűszereket, mindent. És megmutatjuk nekik, hogy így is lehet. Akár horkát tölteni. Rizs van? A belet nehéz megoldani, mert az nagyon macera, de nem lehetetlen, ugye? Ferenci Ági, ez a parti itt, ez a parti. De már 8 ló van, túl vagyunk, átvettek 8 lovat. 8 ló, 2 kell még, és végeztünk. Szerintem a csaj meg bent fekszik, az DVD-n nézi a Batman-t. Megeszi az összes kaját. Klárika kezd fázni, az akkumulátorom kezd merülni, a malacok visítanak, és lassan hajnalodni is fog, ha így haladunk. Mindjárt 3-4-2, gyerekek. És tényleg van köztetek olyan, aki végig tolta velünk ezt az egészet. Hihetetlen. De közben mit csináltok egyébként? Tehát tényleg mit csináltok közben? Gondolom valamit csináltok, nem csak nézitek a telefon. Igen, tényleg most közben... Filmet néztek közben, vagy valami, vagy csak ott van a telefon. De azt néztem, hogy 40... Van, aki főzött, hallottad. A főztetek közben. Van, aki elment éjszakázni. Ledolgozta a fél napot, míg mi itt. Alkudozunk. De nagyon feszült a hangulat. És érzett rá, Rika? A Robi nagyon ki van. Na, Lia nagynéném kézi munkázik. Horgolsz? Vagy kötsz? Közben dolgozunk és nézünk titeket. Jobb, mint a Batman, tudod. Baszta mindenség. De csajt én még nem is láttam. Az a baj, ha belopózok. Majdnem tűnne. Az a baj, hogy belopózok, rám fogják, hogy bármit csinálhattam vele. Hát akkor mi lesz? Voltak a fogorvos megjárt a közbe. Mindjárt valaki közben szült is.
Na megint kezd leülni a poli. Hódos Laci, mi ennek vége? Az összes fölöd el fog fogyni, azt hiszem. Hát küldjünk rá aludni mi is valahova? Akkor állik valamelyik sarokba? Gyereket viszik be. Jó. Elaludt a gyerek is. Te, még egy malac visit. Hát ezek egész este gyilkolásznak? Azt mondták hát az a csajok, hogy nem lesz több gyilkolászás. Hát hallod? Lehet, eszébe jutott valami a malacnak, vagy rosszat álmodott. Ne, én nem ismerek a sötétben menni gyerekek. Arra én nem is megyek, onnan jön mindig ez a hang. Banánfal, aló. Hallod, azért a pisilni nem merek elmenni, állni, pisilni. Bemegyek az izé alá, hallod, a banánfa alá. Ma a vizsit a malac vége. Megcsúszik a kés, annyi. Jön megint a... Na. Jó emberek. Adnak nekik helyet. Remélem most már a kettő óra egyszerre történik a kérés. Megjöttek. Na megint hoztak ajándékot. Megint egy raklap izét. Szerintem Robi most sem néz a szemükbe. Ebből gond lesz, gyerekek. Ebből gond lesz. Megjött a bizottság elnöke. Közben a kutya elkezd tenni a feldarabolt disznót. Egy szép házasság kezdete. Azt mondja Zita, Provident hitelt adjatok már nekik. Én adnék. De Robinéknak nincs szükség, nagyon gazdag családnak számít itt. Vágják a következő maratot, hallod? De egyébként, amikor ezt megölték, nem visított. Kevesen, meglepően, nagyon szépen dolgozott a pasi. Gyönyörűen dolgozott. Tehát ha láttátok a disznónak a megölését, profi volt az ember. Tehát nagyon, tényleg nagyon ügyesen csinálta. Meg másképp is csinálta, mert ők felállították, mi meg hasra fektetjük tulajdonképpen, és ilyen furcsa a lábát azt hozzátoljuk az ízéhez, és akkor bom. Itt nem, itt felállították. Igen, Zita, ezek fejős tehének nézik a vizsaládját, megpróbálnak kipréselni belőle minél többet. Na most kialkuttak valamit a nagy dobozból.
látom, látjátok, je? Hát Robinok már tele van az összes hócipője, az látszik. Robi nem boldog. Még délelőtt az volt. Szép egy házasság lesz ez. Na most kérdek valamit, de... Kötözték a malacot. Ezek hoznak még egy disznót. Hát gyerekek... Azért nyavajgott ott hátul. Megkötözték a malacot. Most hozták ide. Azt is vágják le. Hát úgy tűnik. Drága jó Istenem. Ott van az összes, a sásznál ott voltak a papírok, a lovaknak a papírei. A kis csávó elindul, a másik is. Ez gyors megegyezés volt most. Odaadják a lovaknak a papírait. Tehát most engesztelésről úgy látszik, hogy még egy malacot megkötöztek, és azt is felfogják most. Gyerekek. Kutyatenyésztés van-e? Hát Tamás, nem igazán. Kutyatenyésztés nem nagyon van. Nekünk, szerintem a mi kutyánk a legokosabb, nekünk van kutyánk. És amikor meglátják, hogy parancsóra ül, fekszik, meg csinálja a dolgát, el van a tőle álljóva teljesen. Itt nem is láttak még szinte ilyet. Hát ez itt eléggé kuriózum. Azt hiszem, itt a vágemléna malacot, hogy gyorsabb lenne a dolog. Ott hozzák. Basszus, ezek tényleg ott hozzák. Nem fogom ott. Igen, ez kisebb. Ráfáznak, ha nincs jól megkötözve. Na hát ezt a malacot, az a kérdés, hogy ezt a malacot a csaj szüleinek adják, Klári. Szerintem ez volt a kibukás tárgya, hogy ezt még belealkutták, hogy kértek még egy malacot. És akkor most jönnek majd mindjárt vissza, és akkor mondják, hogy rendben van, de hát akkor kérek még egy malac fülét, meg egy jobb sonkát, meg egy, mit tudom én, egy jobb szívpitrahat, mert nekem az kell. Nagyon sok szöttést kapott. Nagyon sok ikatot kapott. Az nagyon nagy érték itt a szumbán. Azt nézzétek. Tehát akkor elvileg 9-nél járunk. Elméletileg 9
lovat elfogadtak. Most tárgyalnak a tizedikről, és közben próbálnak még belealkudni mindenféle extra dolgokat. Szerinted még csak 10-szer járták meg ide-oda? Hát ha azt mondták, akkor igen. Én számoltam. Hát ez nem tudom, hogy... Én nem számoltam. Hány malac van még ott hátul? Ja. És mikor, mi a vége? Honnan szedik ezt a sok malacot? Biztos van valami kalapjuk. Bűvész kalap. Jaj. Hoppa. Sokára ki fogok menni. Meg kell nézni a midelát, hogy jól van-e a kocsiba. Kezdünk álmosodni mi is, így hajnali 2 óra felé. Ilyen 2 óra van. Jó, telehetjük magunkat sütivel. Kajakómában van. Kajakómában van. Minden rendben van, köszi. Ti szórakoztok rendesen. Zsófit ismersz. Minket nem kell félteni. Én a dzsungel közepén is elvoltam magamnak. Na, Szabó Feri képes volt visszajönni képbe, de... Nincs, nem mentél dolgozni, vagy mi van? Ferikeim, közbétölen történések voltak. Nem, szerintem ő látta. Te láttad a malacot is, meg a kibarulást is, meg mindent? Malacot nem látta szerintem. Csikai Zsófi. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem Zsófit. És hozzá volt, van egy hozzászólása, na meg a Kolostorban is. Hát igen, volt időm, amikor bevonultam oda Csíksomlyóra, Kolostorba, a ferences szerzetesekhez, és Zsófiék vittek be. Ők voltak azok, akiket ilyesmire rá lehetett venni annak idején. Zsófi mikor volt ez? 10... Szerintem már 15 éve, kb. Volt. Körülbelül 15 évvel ezelőtt. Tündetót, fogalmam nincs, hogy miért vágják le. Egyszerűen nem értem, hogy bekészítették a kötözött csontkát, és akkor itt most már mindenki megint alszik. De most, most ezt nézzétek meg? Na már ennyi ajándékot kapott a mennyasszonytól. Ezt ha csak 20 ezer forintjával számolod be, már pedig be lehet 50 ezerrel is számolni. Ó, bisa makan? Sura jadi? Sura? Rovi! Jaj, Rovi! Na megvan a megállapodás. Inni longtime, ja? Ini dari... Nanti bawa di rumah. But ini untuk kamu? Iya. But ini banyak? Iya. Kita kasih duda juga banyak. Berapa? 10. 11. 11 hari ini? Iya. Dan nanti? Nanti ada lah, iya. Istri 5? Kasih duda. But hari ini kamu bisa lihat istri? Iya, boleh lihat. Tapi boleh bawa pulang. Hari ini? Iya, tidak bisa bawa pulang. Nanti setelah menikah baru. But tidak bisa tidur di rumah kamu? Tidak. Nah, gyerekek, megszületett. Ambo ini ambo.
A boldog vőlegény. Na menjünk enni gyorsan. Valami. Van egy ló, lett a vége, és két malac. Oké. Okay. Tehát valószínű ezen akadt. Igen, ezen... Egy ló van meg egy... Robi, én itt ide, ide a pápa, ja? Na, megszületett a döntés. 11 lovat adott most, és 2 malacot. És a 2 malac nem volt benne a, az alkuba. Nem, egy ló meg egy malac. Tessék? Egy ló meg egy malac. Egy ló meg egy malac. 10 lóról volt szó, meg egy malacról, de ezek belealkutták a kis csávót, ezt a kis csávót itt. Na, tehát belealkutták, ezért volt Robi egy kicsit kiakadva. Mivel megszületett a megállapodás, de nem is csodálom, hát karddal verte a izét. Megszületett a megállapodás, ezért mehetünk enni. És miután mindenki evett, előjön a mennyasszony. A gágyit előhozzák mindjárt. Ma köszi. Na, ezeket dugdosták előlünk eddig. Oh, Nasi. Alszálja suká mi? Klárika fog nekem szedni, mert egyszerre két kézzel nem tudok. Jaj, Zsuzsa, fekete híddel, halleluja, gratulálok. Megvan a... Ez a Labu Japan, úgy hívják. Nekem annyi elég. Hát kóstoljon már meg először. Van benne méteres bab, meg répa. Nekem mennyi elég, köszönöm. Csak ebből nézzünk valamit. Ó, gyerekek, kaja van. Jaj, kaja van. Itt a kaja. Van húsleves egyébként. Nem néz ki rosszul ám ez a húsi leves. Nem? Nem tetszik neked? Tessék? Klárik azt mondja, hanyagolni fog. Hát itt. Ugyanaz van. Na hát akkor hami. Ott van a szék, leülünk. És eszünk. Na hát eddig éheztették a vőlegénynek a dolgait. Evés után pedig jön a mennyasszony. Na gyerekek, ez is megvan. Remélem, hogy sikerült nektek olyat mutatnom, amit még soha életetekben nem láttatok. És nem nagyon valószínű, hogy nem is fogtok. Még megvárjuk azért a mennyasszonyt. Örülök, hogy velem tartottok. De lehet, hogy amíg eszünk, addig ki kéne kapcsolnod a telefonodat, hogy ne merüljön, hogy a mennyasszony meg tudjuk. Igen, akkor most az lesz, igaza van Klárinak, hogy akkor elköszönök egy kis időre, addig, ameddig legalább eszek, mert most már 7 órája nem ettünk semmit. Itt van Viki néni is, szia Viki néni. És akkor visszajövünk, és megmutatjuk nektek a mennyasszonyt, mikor megláttátok. Akkor utána mi megyünk haza, szerintem. Mert ez így tiszta izgalom volt az egész. Szóval megvan a mennyasszony. Sikerült megvenni a mennyasszonyt. Tehát az ára 11 ló. Két malac. De ez két malac. Előleg. Ez csak előleg. Tehát ez csak előleg. Nem költözhetnek még most össze. Nem viheti el a lányt. Ez csak az előleg. Addig, míg a többit nem fizeti ki. Addig semmi. Semmi hancúr, se esküvő, se. Úgyhogy innentől kezdve szerintem egy-két éven belül lehet az övé a gágyi. De azt tudnotok-e, hogy 10 lóba egyeztek meg normál esetben, azt hozták ide, és utána a többit azt már belealkodozták, sonkát, meg májat, meg fél első lábat, meg a bóka, nem? Tiszta buli. A gyerekek, eszünk és jövünk vissza. Ne menjetek sehova, várjatok meg.